Március 4-én pénteken Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes köszöntötte az utazás kiállítás belföldi szakmai napjának résztvevőit. Amikor Magyarország turizmusáról beszélünk, akkor abban Budapestnek helye és szerepe van, méghozzá meghatározó. Hiszen egyszerűen nincsen sikeres magyar turizmus, sikeres budapesti turizmus nélkül. Az elmúlt években is zajlott az a megfeszített munka, amelyel folyamatosan fejlesztik a várost a munkatársaink. Azt hiszem, hogy ez eredmények szintjén is nagyon szépen megmutatkozott. A főpolgármester helyettes beszédében hangsúlyozta, hogy a fővárosban emelkedett a turisztikai szolgáltatások színvonala. Sok új beruházás és fejlesztés valósult meg, amelyek a turizmus fejlődését is befolyásolták. Budapest önkormányzata professzionális márkaépítésbe kezdett az elmúlt évek során. A BFDK-nak talán mondhatjuk azt is, hogy egyedi, és talán azt is, hogy stabil a pozíciója Magyarország turizmus szervezeti rendszerében. Jelenleg és a folyamatban lévő vállalati és infrastruktúrális fejlesztéseinknek is köszönhetően. A BFDK a fővárosi turisztikai koncepciója szerint önálló, másrészt összhangban a kormányzati, állami szándékkal hangsúlyt fektet a főváros és az ország érdekeit szolgáló megalapozó, a turisztikai ágazatot kiemelt társadalmi jelentőségű ágazatnak tekinteni. Bolla Tibor, a BKV ZRT elnök vezérigazgatója. Mobilitás Budapesten témájú előadásában a BKV népszerű turisztikai szolgáltatásait ismertette. Továbbá a 4-es metró megépítéséről, az 1-es és 3-as villamosok fejlesztéséről, a budai fonódó villamos hálózat átadásáról, illetve a KAF villamosok járműbeszerzéséről tájékoztatta a résztvevőket. 2010-ben láthattunk mi neki Tarlós Istvánnal, a budapesti városvezetéssel közösen partnerségben talán annak, hogy legyen egy újabb Budapest reneszánsz. Van egy Budapest stratégiánk, aminek az első pillére az az, hogy nincs sikeres Magyarország sikeres Budapest nélkül. A kormány számára ezért kiemelten fontos Budapest, és kiemelten fontos az a partnerség, amiben együtt dolgozhatunk Budapestről. Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos, a megújuló Budapest, kormányzati cselekvés Budapesten címmel mutatta be az elmúlt évek sikeres beruházásait, felújításait. A 2024-es nyári olimpia megszervezésének előnyeként emelte ki többek között az új munkalehetőségek megteremtését, illetve a külföldi tőke és befektetések számának növelését. Elkészült a Budapest 2030. évig tartó fejlesztési hosszú távú városrendezési fejlesztési koncepciója, a Budapest 2020-2020-ig tartó integrált településfejlesztési stratégiája és a tematikus fejlesztési programok, amelyek pontosan meghatározzák és pontosan megszabják az irányt, hogy mi a mi elképzelésünk a városfejlesztése vonatkozásában. Ez egy 2-3 év alatt lezajlott munka eredménye, és alapvetően determinálja a régiós Budapest és hát bizonyos szempont Magyarország fejlesztési irányát is a régióban és Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában. A kiállítás belföldi szakmai napján Magyar Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke a budapesti nagysportrendezvényekről, Mozsár István, a Városliget ZRT vezérigazgatója pedig a Liget Budapest projektről, illetve annak turisztikai hatásairól számolt be.